Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! A mai Együtt magazinban is sok érdekességgel készültünk Önöknek. A Vadmadár Kórházban jártunk, ahol a kisgyerekek érzékenyítő programon és foglalkozáson vehettek részt, de a mai Együtt magazinból egyébként az is kiderül, hogy érdemes-e 40 éves kor fölött belevágni a testépítésbe, vagy hogy hogyan működik az újraélesztés, mi minden szükséges hozzá, milyen tudnivalók vannak, és a hölgyeknek pedig egy kis stílus tanácsadással is kedveskedünk. Tartsanak velünk! Autista és egészséges gyermekek látogattak el a Vadmadár Kórházba az Adj egy ötöst elnevezésű rendezvény keretében érzékenyítő foglalkozást tartottak nekik. Nem állatkertben vagytok, hanem egy kórházban. Mi azt jelenti, hogy egyrészt tele vagyunk betegekkel, márhogy sérült állatokkal. A Hétvezér Általános Iskola egyik csoportja és az Arany János Iskola autista osztálya érkezett szerdán délelőtt a Sukorói Vadmadár Kórházba. A betegek pedig lelkesen fogadták kislátogatóikat. A gyerkőcök miután megismerkedtek a lábadozókkal, egy előadáson is részt vettek, melynek során szó esett arról, hogy miért kell vigyázni az autókkal, vagy éppen az elektromos vezetékekkel, és ezek a vadon élő állatoknak milyen bajt okozhatnak. Meg kell menteni a madarakat, hogyha baj van. Ne hagyjuk meghalni. Hogyan lehet nekik segíteni? Ha meggyógyítjuk. A szárnyasoknak ezúttal közvetítő szerepük volt. A madarak eszköz, hiszen tulajdonképpen a madarakat használjuk fel arra, hogy egyfajta élményt adjunk a gyerekeknek. A gyerekeknek el tudjuk magyarázni, hogy mit jelent a sérülés, meg tudják érteni, hogy egyik pillanatról a másikra bizony valaki egészséges, bőrrögtön fogyatékkal élővé válhat, és ezzel semmi gond nincs. Tehát nem vagyunk mások, mindenki ugyanolyan és egyforma, és megtanítjuk őket, hogy elfogadják egymást. Tehát a madár ebben az esetben egy hihetetlen fontos közvetítő. A program az Adj egy ötöst elnevezésű szemléletformáló és érzékenyítő kezdeményezés keretében valósult meg. A cél, hogy a felnövekvő generáció személyes találkozáson és élményeken keresztül ismerkedjen meg a fogyatékossággal élő emberekkel. Iskolám a Hétvezér Általános Iskola, meghívására érkezett a Vörösmarty Általános Iskola, egy autista kis csoportja. Ezt a napot megelőzően már találkoztak iskolánkban a gyerekek, hiszen úgy gondoltuk, hiszen tudtuk, hogy autista gyermekekkel fogunk találkozni, akik a zárt virágokból nehezen lépnek ki, hogy ebbe a Vadmadár Kórházban már érzékenyen érkezzünk, és egymással odafigyelve tartottuk fontosnak, hogy találkozzunk iskolánkban a gyerekek. Tudják az autista gyerekek, hogy honnan érkeznek társaik, akikkel együtt játszanak ma. Ez a pályázat azért fontos, a célkitűzése is az, hogy a felnövekvő generációt személyes találkozáson egy valós helyzetben ismerjék meg az épp gyermekek, a fogyatékkal élő társaikat. Jelen esetben az autista társaikat, akikről tudjuk, hogy nem látványos eszközökkel rendelkeznek, nincs tolókocsi, nincs egy fehér bot, vagy nincs egy járókelet. Tulajdonképpen közöttünk bármikor találkozhatunk autista gyerekekkel, vagy társakkal, vagy autizmus spektrummal élő gyermekekkel. Ez a nap azért is fontos, mert az általunk vezetett program, azt nem csak mi gondoltuk ki és szerveztük meg, hanem a gyerekek együtt, és együtt is tevékenykednek, ahol közelebb kerülhetnek egymáshoz, ahol nem csak beszélgethetnek, hanem alkothatnak is, ahol megtanulnak ügyesen segíteni, ahol megvilágosodik épp társaknak is, hogy mennyire fontos, hogy észrevegyék a fogyatékkal élő társaiknak is az értékét. És itt a Sukorói Vadmadár Kórház egy nagyon jó lehetőség erre, egy csendes hely, ahol nagyon jól tudunk egymásra figyelni, és a madarakat, az állatokat pedig egy közvetítő csatornaként tudjuk a foglalkozásokba bevonni. Nem csak kísérőik, hanem a gyerekek szerint is hasznos volt az együtt töltött idő, hiszen sok mindent megtudhattak autista társaikról. Elfogadjuk a más embereket is, és a madarakat is, hogy őnekik is mindig szorul valamelyiknek segítségre, és fontos mindenkivel foglalkozni, és nem lehet senki se így félretolni. Szerintem olyan dolgokat tanulhatunk meg az autista gyerekektől, amit másoktól nem meg. Olyan
sokat beszélgethetünk velük, és olyat is elmondhatnak, amiket másoktól nem tudhatunk meg. A gyerkőcök a délelőtt folyamán mindent együtt csináltak. 10 óra isztak, feladatokat oldottak meg, és együtt is utaztak haza. Gyöngyök, kristályok és órák. Kollégáim egy elvarázsolt ékszerbirodalomban jártak. Azt hiszem, hogy a hölgyeket most elvesztették, uraim. Sziasztok! A múltkori pasis téma után most ismét igazi csajos vizekre elvezünk a Stylist in the Air műsorunkban, ugyanis ékszerekről és órákról lesz szó. Ebben természetesen ma is társam Maja. Szia, Maja! Szia! Hát egy pici turpisság van benne, ugyanis azért a férfiakat is érintjük, hiszen a pesti ékszerben vagyunk, ahol természetesen nyilván nagyrészt ékszerekkel foglalkozunk, ami azért a hölgyek területe, de az órák területén azért az urak is megtalálják a számításukat. Mostanság egyre több helyen lehet látni, hogy a nemes fémet kiegészíti valamilyen kristály, valamilyen ásvány. Ez újra divatba jött? Abszolút, sőt, most van egy egészen érdekes kollekció itt mellettünk, ami szerintem egyrészt nagyon jól néz ki, másrészt pedig a mai környezettudatos világban ez különös pluszt adhat a döntésnél, amikor egy-egy ékszer választására kerül a sor, hiszen újrahasznosított anyagokból készült ez a kollekció, ami mellettünk van, tehát továbbra is óriási divat a Swarovski kő, tehát én azt gondolom, hogy ezt nem is nagyon kell magyarázni egy hölgynek, hiszen fantasztikus dolgokat tudnak belőle készíteni, az egészen letisztult, egészen finom vonalvezetéstől a nagyon színes, nagyon extrém különböző különlegességekig minden megtalálható. Továbbra is hódít, és újra előkerült Audrey Hepburn csodálatos darabjai a gyöngyök. Ez egy japán tervezőnek a kollekciója, hát ők ugye messzeföldön híresek, és nagyon-nagyon izgalmas dolgokat tudnak alkotni a divatban. Nagyon sokakban felmerül a kérdés, hogy fehér arany vagy sárga arany. Én azt gondolom, hogy a sárga arany az, ami klasszikus, és ami továbbra is hódít. Nyilván van egy ilyen mellékvágány a rose gold tekintetében, de a sárga arany a klasszikus, és az, amit nagyon sokan imádnak, és hát itt a mellettünk lévő vitrin azt gondolom, hogy minden hölgy álma, hiszen ez csodás brillekkel, gyémántokkal van tele, úgyhogy uraim, aki lánykérés előtt áll, nekik ezt a sort tudnám itt ajánlani. Mostanság szinte ékszerként funkcionálnak az órák is, de valóban úgy is néznek ki, például itt van mögöttünk, ez egy gyönyörű darabok. Így van, ez az én választásom is erre a kollekcióra esett. Én is nagyon-nagyon szeretem ezt a márkát és ezt a stílust, ezt a hangulatot, és cserélhető a szíja, tehát hogyha egy órát megvásárolunk, akkor az kombinálható, és illetve most már készítenek hozzá passzoló ékszereket, tehát a karkötő és az óra ugyanabból a márkából, vagy való ugyanaz a stílus. Ugyanaz a hangulat, van egy csodálatos prémium autómárka, ugye ezt senkinek nem kell bemutatnom, a Maseratit, én azt gondolom. Na hát viszonylag kevesünknek futja Maserati autóra, de órára ettől függetlenül futhatja, és ez ugyanolyan minőség és ugyanazt a magas színvonalat képviseli, amit az autó is. Hölgyeket most már felékszereztük, de hát a férfiak sem maradjanak ki ma a sorból. Nekik is készül most már nagyobb kínálatban ékszer. Így van, hát nyilván azért nem ők a tipikus ékszer felhasználók, illetve ékszervásárlók, ha úgy tetszik, illetve maximum a hölgyeknek, de azért itt láthatunk mellettünk olyan finom darabokat, amik azért egy óra is jól mutatnak. Nagyon nagy divat a vitorlás hangulatot idéző kötelekből készült vasmacskával kombinált darabok, a bőrkarkötők, a
nyakláncok, tehát gyakorlatilag egy-egy darabban én azt gondolom, hogy érdemes. Az a szabály, hogy 3 ékszer viselése javallott egyszerre, hölgynél és úrnál is egyaránt. A mai nap abszolút a csillogásé volt, szerintem teljesen elvarázsolottunk, és tuti biztos, hogy mindenki talált magának megfelelő és kedvelhető darabot. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Strandlabda és rockzene. Ez a két dolog és két tenyér szükséges az újraélesztéshez. A Székesfehérvári Szívegyesület nyílt bemutató órát tartott. Jó napot kívánok, segíthetek? Ha a kérdésre érkezik válasz, akkor nincs nagy baj, viszont ha nem, lehet, hogy csak 4 perc marad a cselekvésre. Amennyiben nem ájult emberről van szó, mindenképpen meg kell kezdeni az újraélesztést. Az újraélesztést pedig rockzenére, egy felfújható labdán is lehet gyakorolni. Zalán barátommal, akivel 20 évet együtt mentőztünk, azaz, hogyha azt számoljuk, hogy az ő 20 évét és az én 30 évemet, akkor 5 év mentőzési tapasztalatról beszélhetünk, mindig azt tapasztaltuk, hogy nem igazán mernek az emberek cselekedni. Nem igazán mernek oda menni egy bajba jutotthoz, és ezen próbáltunk változtatni. És milyen formán sikerült, hol tart azóta tulajdonképpen a program, hiszen 4 év alatt nem tétlenkedett egyikőtök sem, hanem azóta is járjátok az ország. Nem bizony, az első sikerünket a Betegedukációs Társaság és a Magyar Kardiológiai Társaság által kiírt betegeknek szóló prevenciós versenyre neveztük be ezt a programot, és az első sikerünket ott értük el, mégpedig hatalmas siker volt. Balatonfüreden a Magyar Kardiológiai Társaságnak a kongresszusán volt a döntő, és hát minden jelentkezőt, pályázót magunk mögé utasítottunk, és tulajdonképpen innen indult a programunk, amely azóta is töretlenül halad. Nagyon sok helyszínen mondhatom, hogy az országot, Nyíregyházától Győrig végig jártuk, és most már ott tartunk, hogy nem tudunk mindenhova eljutni, ezért nagykövet képzést indítottunk, és van az országban már 24 te vagy a hős nagykövet, akik képzést kaptak kardiológusoktól, tanároktól, oktatóktól, akik megmutatták nekik, hogy hogyan kell egy előadást megtartani, mire figyeljenek a szakmából, és úgy tűnik, hogy a programunk sikeres, és most Bálint ennek az élő példája, hogy itt tartja az előadást. Mi lehet egyébként annak az oka, hogy nem szívesen segítünk, vagy nem merünk segíteni? Én azt hiszem, hogy ez a felgyorsult élet hozta. Mindenki rohan, mindenki a saját problémájával van elfoglalva, nem igazán figyelünk egymásra még a munkahelyünkön sem, hiszen még azt sem nagyon veszük észre, a másiknak gondja van a mellettünk levő asztalnál. Én ennek tudom be, és nagyon szeretnénk, hogyha ez a program az iskolákba bekerülne, és tudnánk egy olyan nemzedéket felnevelni, hogy merjenek segíteni, hiszen ez a program nagyon sok lehetőséget kínál. És tulajdonképpen miként tudunk segíteni, hogyha szeretnénk és van bennünk arra mersz? Hát, ugye azt szoktam mondani, hogy a bátorság a botorsággal nem összekeverendő, tehát hogyha biztonságban vagyunk, csak akkor menjünk oda segíteni. És erre mi egy 5 lépés módszert kidolgoztunk, ami nagyon egyszerű, ez az 5 lépés, menjen oda, váltsunk egy reakcióingert, azaz nyomja a vállát. Ha nem reagál, akkor szegje hátra a fejét, úgyhogy az állánál és a hajas fejbőrnél megfogja egy-egy kezével, hátra billentjük a fejet, vizsgáljuk a légzését, a mellkas emelkedését, halljuk a kiáramló levegőt, látjuk, ugye ez az érzemlázom, halom hatás, és amennyiben ő veszi a levegőt, akkor eszméletlen lesz, ha nem veszi a levegőt, akkor pedig halott lett, és azt az embert kell újraélesztenünk. Mi erre egy otthon gyakorlási lehetőséget kínáltunk a világon először, hiszen egy labdával, zenére tanítjuk meg az embereket újraéleszteni, és úgy tűnik, hogy tökéletesen működik. Lehet, hogy sokan attól félnek, hogy bajt okoznak. Mondjuk ennél nagyobb baj talán nem is történhet, hogy ugye az ember meghal.
ez egyébként teljesen biztonságos, és tényleg meg tudjuk menteni ezzel az emberek életét? Igen, hiszen annál nagyobb baj, hogy valaki meghal, nem történhet. Tehát ez az egyik alapvető dolga annak, hogy merjünk cselekedni, illetve nem tudunk kárt okozni. Lehet, hogy egy borda elpattanik, de az regenerálódik. Egyet kell megérteni, hogy az agysejtek a negyedik percben elpusztulnak. Ez nem úgy van, hogy az első percben meghal 1 200 000 agysejt. Ez egy jó berúgás. Nem kér, a negyedik percben nulla van. És ha abban 4 percben nem történik semmi, akkor visszafordíthatatlan a folyamat. Az a borda, az majd összefor, hiszen azok képesek regenerálódni, de az agysejt az nem. És ezért kell cselekednünk. 4 percünk van, ezt kell megérteni. 4 percünk cselekedni. A Te vagy a hős program 4 éve indult, azóta járja az országot a csapat. Ezúttal a Székesfehérvári Szívegyesület látta őket vendégül. Szívmegállásnak a hirtelen oxigén hiány fellépésének a következtében ugye hirtelen az agy nem kap vért. Tehát körülbelül olyan 3-5 percünk van arra, hogy ezt megszüntessük. És nagyon-nagyon fontos az, hogy a laikusok is megtanulják azt, hogy hogyan kell újraéleszteni. Mert hiába jó utána az orvosi ellátás, hiába gyorsan kerül valaki mentővel a kórházba a szív megállásának az okát keresve, illetve megszüntetve, hogyha ez az első értékes 5 perc az nincs meg, akkor az egésznek nincs értelme. Akkor tulajdonképpen olyan szinten károsodik a szervezet, károsodik az agy? Igen, olyan szinten károsodik az agy, hogy utána ezek a funkciók ezek nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem fognak visszatérni. Viszont ha van ott egy ügyes kéz és egy bátor ember, akkor tulajdonképpen az az ember, aki rosszul lett, hirtelen leállt a szíve, utána akár teljes értékű életet is tud élni a továbbiakban is? Igen. Igen. Hát akkor, hogyha olyan visszafordítható, későbbiekben visszafordítható károsodástok miatt állt le a szíve, természetesen, hogyha egy trauma miatt mondjuk eltörött mindene, és, tehát hogyha nem szíveredetű okból történt a szívmegállás, akkor nem biztos. De ugye legtöbbször a szíveredetű oka van a 60-80%-ban annak, hogy megáll valakinek a szíve, az összes többi az más, kihűlés, ilyesmi. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy tulajdonképpen mi okozhat ilyen hirtelen szívleállást? Hát a leggyakrabban a koszorúérbetegség, és ezért is van nagy, tehát hogyha a szív eredetűeket nézzük, akkor abban leggyakrabban a szív koszorúérbetegség, és mivel hogy a koszorúérbetegséget csak megelőzni lehet, ezért van óriási jelentősége annak, hogy a megelőzés azt folytassuk még iskolás vagy akár óvodáskorban már el kell kezdeni azt, hogy ezek ne alakuljanak ki. És akkor hát ugye lehet még ilyen szívizomgyulladás, vagy a szívburokba felgyülemlő vér, ennek következtében lehet még a szíveredetűek, és akkor ezen kívül meg vannak olyan, hogyha valaki kihűl, vagy valami traumát szenvedett el, vagy valami gyógyszer túladagolása van, vagy drog túladagolása van, vagy a kálium szintje valami miatt megemelkedett, vagy éppen lecsökkent, akkor valami ritmuszavart kap, akkor hogyha elkezd vérezni, mondjuk egy gyomorvérzése van, vagy bármilyen más vérzése, és kivérzik, és gyakorlatilag a benne lévő szövetnedvek lecsökkennek, és ezáltal lesz egy ilyen sokkos állapotban. Tehát ezek a leggyakoribb okai, de ezek közül is a leggyakoribb a szíveredetű. Ezt hogyan lehet megelőzni? A szíveredetűt? Hát amit az előbb mondtam, hogy a szíveredetűből is a leggyakoribb ugye a koszorúérbetegség. Tehát ne dohányozzunk, jó legyen a koleszterin szintünk, azt ugye oda kell figyelni, hogy mit eszünk, rendszeresen sportoljunk. Erre ilyen megfelelő irányelvek vannak, ne legyünk kövérek, tehát a normális testsúlyak legyünk. Hát és akkor vannak ezek, amiket meg tudunk változtatni, és akkor amiket nem tudunk, ugye az, hogy hány évesek vagyunk, férfiak vagyunk-e vagy nők, milyen a genetikánk, de ezek kisebb százalékban számítanak, és ezek, amiket meg tudunk változtatni, azok, amik nagyobb százalékban adják a koszorúérbetegségnek a rizikófaktorait. Az egyesület vezetője szerint nem lehet ezt elégszer ismételni és gyakorolni, hogy valóban minél többen merjenek segíteni. Mind több civilhez szeretnénk eljutatni ezt a újraélesztési bemutató által megismert lehetőséget, ami a civilek tudnak segíteni az orvosoknak egy ember életének a megmentésében, ez az első 1-2 perc létfontosságú. És itt a Szívegyesületnél a
szívegyesület új orvosa, Boznyánszki Petra javasolta, hogy tartsunk megint ilyet, és lehetőség szerint mind többször és mind több helyen kéne a szívegyesületnek megjelenni ezzel és támogatni ugye ezt a programot, holott tudjuk, hogy Székesfehérváron több mint 8000 embernek mutatták már meg ezt a technikát, de úgy gondolom, hogy ezt nem elég sokszor ismételni ahhoz, hogy minél több ember bátran hozzámerjen nyúlni egy rosszul levő emberhez. És ugye a szívegyesület tagjai, hát azért valljuk be, ők már azért nagyon sok mindent megtapasztaltak életük során, tehát ők valószínűleg hozzámernek majd nyúlni egy ilyen emberhez, hogyha talál. Beszélgettünk velük, mert volt már itt ilyen előadás, és utána igenis azt mondták, hogy ezt többször kell gyakorolják, mert lehet, hogy leblokkol abban a pillanatban, de minél többet látja, és többet foglalkozik ezzel, elképzelhető, hogy túl tudja magát tenni ezen a félelme, hogy egy, és itt a Klupács Petiék majd elmondják itt az újraélesztési programon, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni. Az eseményen jelen voltak a Fejér megyei Cukorbetegek Egyesülete és a Fejér megyei Oszteoporózis Klub tagjai is, akik a bemutatón túl egy előadást is hallhattak a szívbetegségekkel kapcsolatban. Bele lehet vágni 40 éves kor fölött a testépítésbe? És ha igen, akkor mi minden szükséges ehhez? Tisler Csaba készülődésén jártunk a Cutlerben. Felett is el lehet kezdeni a testépítést, vagy éppen újra föl lehet venni a fonalat. Erről beszélgetünk a mai heti feedben. Sánta Tomit kérdezem arról, hogy mit láthatunk, milyen edzés gyakorlatokkal készültök. Sziasztok, köszöntöm a nézőket. Igazániból 2 hét múlva kezdődik a versenyszezon a testépítésbe, ez az őszi versenyszezon. Tisztelt Csabi barátommal készülünk, én volnék az edző, igazából én készítem erre a megméretetés sorozatra. 2 hét múlva lesz az első leköszönő versenyünk. Igazából Csabi 2 évvel ezelőtt keresett meg ebből az apropóból, hogy álljunk bele, próbáljuk meg, már 20 évvel ezelőtt versenyzett, akkor még minősítő versenyek voltak a testépítésben, különböző ilyen jelvényszerző versenyek. Annó egy aranyjelvényt szerzett, eltelt 20 év. Családalapítás, gyerekek születtek, stb. Tehát neki is van csomó elfoglaltsága, még más dolgok kerültek prioritásba, és most megkeresett engem, hogy álljunk bele ebbe a dologba. Hát én mivel ugye ezzel foglalkozok, én vezetem ezt a termet, és készítek versenyzőket, és baráti viszonyban vagyunk amúgy is, meg Csabi egy nagyon jó fizikummal van megáldva, úgyhogy úgy voltam vele, hogy akkor álljunk bele, próbáljuk meg. És van ennek egy tömegnövelő periódusa, igazából egy általános testtömegnövelés, ugye a esetlegesnek a hibáknak ugye a időbe való korrigálása, illetve feljavítása. Na most ez megtörtént, helyjel közzel azt mondom, hogy 90%-ban úgy alakult, ahogy terveztük, és most van egy szárkásításnak nevezett periódus, amin lényegét tekintve már túl vagyunk, tehát itt a többlet testzsírtól, illetve víztől szabadítjuk meg a izomzatot. Két és fél éve kezdtem újra az edzéseket. 2 éve jártam ebbe a terembe, és akkor a Tomi pont a Superbody versenyen voltak, ahol a Tomi GP kategóriát is megnyerte, és sorozatosan visszajártam, mert tetszett a szakmaiság, tetszett a terem.
és folytattunk egy beszélgetést, és megállapodtunk abban, hogy akkor kitűzünk egy célt, és ennek a célnak a megvalósítása, tehát az utóbbi egy évre datálódott. Nyilván vannak hullámvölgyek is. Mi volt a legnagyobb kihívás az elmúlt időszakban a felkészülés során? Hát talán a diéta. Tehát én ezt nagyon szeretem csinálni, akadályban nem ütköztem, tehát azért nem volt számomra újdonság a sport, de a diéta az ember próbáló. Még az én számomra is, tehát én nem vagyok ínyenc, én nem szoktam nagyokat enni, de a szénhidrátnak a megvonása ez azért hatással van mindenkire. Egyébként jó az, hogy így közösen dolgoztok együtt? Segíti ez a felkészülést nyilván? Persze, tehát azért van egy baráti kapcsolat, tehát hullámvölgyek nekem is vannak, nagyon régóta csinálom, de ugye magánéleti dolgok, egyéb dolgok, tehát ezek kizökkentik az ember. Tehát hogyha van egy baráti kapcsolat, aki megtámogatja az embert, és mondjuk objektív véleményt ad, tehát nem kell annak mindig pozitívnak lenni, az azért az átsegít igazából. Mert van olyan hullámvölgy is, hogy kicsit morózusabb vagy, és mondjuk nem adod le, és a 100%-ot le kell adni minden nap, hanem leadok 80-at, mert olyan kicsit ugyan keftelenebb vagyok. Plusz valahol úgy érzem, hogy azért nagyjából úgy időben vagyok, és úgy klappol minden. És az is kell, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, ez kevés lesz. Mennyire kell odafigyelni mondjuk a sérülésekre, hogy nehogy lesérüljél, vagy a helyes géphasználatra? Hát a helyes géphasználat ugye azért az évek során az emberben az kialakul. Tehát ezt mondjuk talán itt az ember túl nagyot nem hibázik, de a sérülések akkor is ott vannak. Nekem azért 40 éven túl vigyáznom kell az ízületeimre is, és az ízületvédők azok amúgy is nélkülözhetetlenek, de 40 év után meg abszolút nélkülözhetetlenek. És akkor mondhatjuk azt, hogy 2 hét múlva akkor mi legyen az eredmény? 2,5 hét múlva igen, akkor kezdünk, az egy ilyen főpróba lesz igazából, és akkor megyünk tovább igazából. A Csabinak a korcsoportos versenyek, tehát ez a Masters, 40 éves kor fölött. A fizikuma szerintem simán úgymond az Open kategóriába is lehet fog állni, de ezzel kezdünk egy ilyen első szánypróbálgatásnak, ugye a víz elvétele, a vízhagytás, a szénhidrát töltés, tehát ki kell tapasztaljuk. Azért 20 évben nem csinálta ezt, tehát a finom hangolást a végén. Nos, hát köszönöm szépen, és hát a heti feedben persze, meg majd beszámolunk itt az eredményekről is folyamatosan. Ennyi fért a mai együttbe, tartsanak velünk legközelebb is, én köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok!